Aranka néni azt mondta, hogy segíteni kell ezen a kisasszonykán. Sose felejtene. Azokat a családokat, akikkel foglalkozunk, mi már nagyon régóta ismerjük. Mivel hogy a családnak, a szülőknek az egyik vagy a másik tagja, vagy akár mind a két tagja valaha állami gondoskodásban él, ezért gyakorlatilag már kisgyerekkoruk óta is előfordul, hogy ismerjük a családtagokat. Két évvel ezelőtt nagyon nehéz körülmények között neveltem három gyereket. Sajnos a férjem bekerült a börtönbe, és utána egyedül maradtam ott Szabolcsba. Nem volt munkahelyem, gyecsen voltam, három gyerekkel egész nap otthon, semmi közepén. Azt mondtam mindig, mikor ott laktam, hogy bárcsak lehetne még egy lehetőség arra, hogy új életet tudjak kezdeni. Féltem egyedül belevágni, mert féltem, hogy elveszítem a gyerekeket. Azért nem is mertem úgy semmit tenni, mert mindig az volt bennem, mi van, hogyha elveszítem őket. Inkább maradok itt, és akkor úgy élek. Ott éltünk a páromnál, Dóráéknál. Hát elég nehéz sorsunk volt, és onnan el kellett jönnünk. Elég rossz körülmények közt éltünk. Állandóan zajoskodtak, nem tudtunk pihenni. Nem tudtam magam se kipihenni, hanem állandóan jöttek a problémák. Az évek folyamán nagyon sokféle családot látunk, és vannak olyanok, akik szeretnének kilépni abból a környezetből, amiben élnek, és egy olyan helyre költözni, ahol van munkalehetőség. Ezeket a családokat Kecskemétre költöztettük, ugyanis itt nagyon sok a munkalehetőség, és teljesen más környezetben tudnak élni. Azt se kérdeztem meg, hogy hova megyek. Csak egy számított, hogy eljövök és új életet kezdek. Munkát kellett keressek, életemben egyszer se dolgoztam. Nem tudtam igazából, hogy mi is az, vagy hogy az hogy néz ki. Az Éj Tudatosan Egyesület létrehozott egy fecskeadományboltot, ahol most már egy éve dolgozom. Két éve érkeztem ide, Kecskeméten. Két éve vagyok itt a munkahelyemen, a fatüzépen. Szeretek itt lenni, mert ide már úgy jövök, mintha hazamennék a munkahelyemre. Szerettem a munkámat, szeretem, amit csinálok. Jó a légköröm is, a munkatársaim. Eléggé meg vagyok velük elégedve. Szeretem őket, szeretek velük hülyéskedni. Ahhoz, hogy ez létrejöjjön, ez körülbelül egy 600 ezer forintnyi összeg. Ugye az albérlet, a kaució az első hónapok költségei még talpra nem állnak, de ezen kívül pedig egy teljes körű mentorációt is biztosítunk a számunkra, tehát segítünk a gyerekeknek óvodát keresni, így a mindennapi ügyeknek az intézését biztosítani. Nehéz volt megismerkedni a várossal, de megtanultuk. Nagyon sokszor megeltévedtem, akkor hívtam anyát. És akkor mindig a patikába is egyszer elmentem, és akkor jól eltévedtem, valamerre kikerekedtem. Nagyon szeretek itt dolgozni, nem csak azért, mert nem rúgnak ki, hogyha beteg a gyerek és nem tudok jönni, hanem mert szeretek itt lenni, dolgozni. A gyerekeknek mindenük megvan, nincsen az, hogy nem kapnak rendszeresen élelmiszert, ennivalót, meg hát azért tisztálgodnak is ugyanúgy. Hát otthon Szabolcsban ez, hogy sok gyerek ezt nem tudja, mert a szülő se tudja ezt. Adhatok a gyerekeknek egy szebb jövőt, egy jobb életet, nem olyant, amilyent én értem, meg az, hogy nem akartam, hogy lakásotthonba kerüljenek úgy, ahogy én, hogy ott felnőjenek, hanem azt akartam, hogy velem legyenek. Én családban nevelkedtem, és bennem hittek, és továbbra is hisznek a szüleim. De ezek a fiatalok, akikkel mi foglalkozunk, ők ugye szülők nélkül nevelkedtek. Én azt gondolom, hogy ha mi hiszünk bennük, akkor az egy óriási segítség lehet arra, hogy sikerüljön az életük. Nem csak a szülők életében vetünk, hanem ugye itt már kisgyerekeik vannak, és ezáltal a jövő generációba vetünk.
nem sok nagy lépés megyünk előre, azért megyünk előre. Nem maradunk le, ahonnan jöttünk, ahonnan kezdtük az életünket.